Szevasztok srácok, én a Sajtelűzkettőmök, és visszatértünk egy újabb élőadáshoz, a sztorikat fogunk kivinni a mai játékból is, és kivételesen nincs itt velem Robi, hiszen az előző élőadásban egy kicsit írtátok a chatre, hogy nem tudtam olvasni, nem tudtam foglalkozni, hogy miket írogatok, ezért úgy gondolt, hogy a mai adást sajtosan fogjuk végigjátszani, azaz veletek fogjuk az egészet, hogy mind a két sztorijátékot túlélni, általában egy sztorit szoktam egy élőadásba hozni, de most úgy gondoltam, hogy itt az őszület, ezért kettőt fogunk lehozni, és nagyon-nagyon nehéz dolgok lesz, nézzek, milyen törpe vagyok, és nektek kell segíteni, hogy túl tudjuk érni az egészet. Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, ha megosztátok a lájom plusz lájkoljátok, azt nagyon-nagyon szépen köszönöm, azzal rengeteget tudtok nekem segíteni, és nagyon tudtok vele támogatni. Kettő, közel két éve vittük ki utoljára ezt a Breaking nevű játékot, és azóta hetente jött egy új update, szóval konkrétan ilyen 30-40 update jött ki azóta, szóval azt sem tudom, hogy miről van szó, illetve a Breaking 2-t pár éve játszottam ki videóban, de úgy gondoltam, hogy az egész történetet ma ki fogjuk vinni. Hogy látjuk az arcot, hát úgy az, hogy itt van a kamera, itt van a facecam, a másik monitoron, nem privát szemverre jöttem direkt nem oda. Én nem azt mondom, hogy itt újjuk, moving day van, mindenki üljön be velünk. Hagyjuk is itt a többieket, Eszmeti még fut utánunk, neki már nem jutott helyez, komolyan mondom, nem hiszem el. Gyorsan megverjük a többieket, még betölt az egész. Hát itt van velünk Topa, Bálintka, Eszmeti, Sigma, Sajtó, Medium, Bazsi, János, Kerecsen, Oliver, Bált, Ábel, Cracking Nate Presence, kezdődik a költözés. Remélem halljátok a zenét így alattam. Most pont csöndben van, nem most kellene hajlani, csak amikor most van, pont jókor van, amikor vált zenét, de most halljátok.
Remélem, hogy halljátok, és remélem, hogy nem túl hangos, hiszen direkt próbáltam az élőadás előtt úgy váltakoztattam, hogy létszik, legyen jó hangerőm, és talán jó lett a hangerőm. Gyorsan betöltetek a játékok, lehetett karaktert választani a sztorinak az elején, amiben direkt nem tettem bele az adásba, hiszen az unalmas lett volna, de én az éhes kölyökként jöttem, aki hoz a kezébe egy sajtos chipset, csak ezért választottam, hiszen egy sajtos chipset hoztam magammal, és nekem muszáj volt. Hello, üdvözöllek titeket wait a minute, ez meg itt mi? Ez meg mi ez? Vigyétek a Embasinak milyen skinje van? Hát konkrétan egy ilyen nagy több, hát ő mindenkitől szerintem meg fog védeni minket a valójárásban. Ciculi, itt meg egy egérjük. Feliratkoztok, igen, ki a neveteket, mint most Xaxának, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztok. Van a kék szoba, itt lehet majd lakni néhányan. Eszpeti már talált egy kulcsot, gyorsan kiítogatom ezeket, azt, hogy hátha lesz benne olyan dolog, ami igazándiból nekünk hasznos lehet. Egy már itt van Caty, igen, Zsérdámnak a Ciculi mitője véletlen itt van. Várjátok egy picit, halkítok itt a dolgokon, így van, most már szerintem teljesen jó lesz. Brookhaven a mai adásban nem lesz, ma kettő sztorit fogunk kivinni. Én meg itt jövök a laptopozok, mit nekem sztori játék, én laptopozok egy kicsit itt a rózsaszín szobába. Már el kell dönteni, hogy ki majd melyik szobába fog menni, ha megosztatok azt közé szépen. Ez a Break-in, a leghíresebb Roblox sztori játék valaha. Szóval azért is ezt a játékot hoztam, hiszen ezt mindenki ismeri. Honnan van neked ilyened? A baseball sütőt, honnan van egy baseball sütőkkel, meg ilyenekkel? Nem akadozhat az élőadás, csak a maximum a YouTube-nak lehet a hibája, frissítsetek rá. Breaking news, 3 perc múlva lesz egy breaking news, ami azt jelenti, hogy itt problémákat fognak nekünk bejelenteni. Nem akarom, hogy bejelentsék nekünk a problémákat. Van nálam $20, lefizetem a rablókat, akik be akarnak majd törni, lefizetem őket. Van nálam konkrétan olyan 8000 forint itt a játékon belül. Van nálam 8000 forint, az a nem olyan sokra megyek szerintem, de ide ledem megyek oda. Low energy-n van, szóval már is elfáradt a karakterem, hát hihetetlen. Nyissunk ki minden, ki kell lootolnom tőtöt, mindent is. Ugye, sütike, nagyon király, az éhes gyerek begyűjti a sütikét, chipset azt hozta magam, a Zsófia Gergely, köszi a feliratkozást, itt de szép rajz, figyeljetek meg, kinek tetszik, írjátok meg a cseten, valakinek tetszik ez a, hát nem is tudom ez milyen rajzakkal elít, verekednek a jó gyerekek a játszótéren, baseball ütővel verik egymást, komban, nincs a pincében semmi. Hát akkor meg végképp, hogy nem megyünk le. Alma, még ezt az almát is egy kis egészséget is letettem, így bizony. Jaj, ne is, jön a cutscene szerintem. Mi lesz pénteken? Igen, a Fortnite-ban holnap jön ki az új ember. Take a seat at the table. Valaki, most na mindenki üljön le, légy szíves az asztalnál. Egy felnőtt van velünk, Bald, hát az nagyon nem oké. A főszékre ültem. Természetesen a főszéken ül a sajtókát, hol is máshol ülne. Tudjátok, hogy van ez? Hogyha homályos, akkor vegyétek fel a minőséget. Nem is vagy online, dehogy nem online vagyok. Mi mikor lesz Robival GTA 5, ha minden jól megy szombat délután? Ezt még vele meg kell beszélnem, hogy mikor ér rá. De úgy lett volna, hogy ma van, de talán szombaton kicsikét nehéz összehozni, de hogyha minden jól megy, akkor holnap lesz. Mondd be, hogy Máté meg János. János! János, te repülővel érkeztél? Figyeljetek már, egy ilyen repülő jelmezve van Jánoska. Hát ez nagyon jó. Valaki van az ajtónál, beengedjük. Szerintem Eszpeti ki is nyitotta az ajtót. Na de jó, a pizzafutár. Jó napot kívánok, ez a pizzafutár. Mármint, hogy valaki már azt mondja, hogy ne. De kár volt beengedni, csak nem volt kár beengedni. Én azt mondom, azért miért ne engedjük be? De jó, azt a mekkora pizzát. Én lopok, az éhes gyerek lopja a pizzát. Az egész eltettem. Persze, hogy emlékszek, Sigma. Hát hogyne, figyeljétek már, leülök most. Én elfoglaltátok a helyemet, mindenki üljön le, kerekasztal beszélgetés. Mi a taktika? Mi lesz a taktika? Hogy kell a betörőket túlélni? Na írjátok nekem, ne csak én beszéljek. Hello, te meg mit csinálsz kint? Haver, te meg miért mentél ki? Figyeljétek már, ő meg itt kiment az ajtón. Te miért mentél ki? Itt bagolgat ide-oda, vele meg mi lett? A pizzafutárnak te a sógorja vagy, a pizzafutárnak csak azért tudták ki... Na jó, én azt mondom, hogy szerintem innen nekünk arrébb kéne menni egy pár méterre, mindegy, hogy Ciculi azt segíteni fog, én úgy érzem. El is teszem a pizzát, nehogy éhes legyen a rabló. Üljük le, 8 másodperc és kezdődik a tévében a műsor. Topa-topa megtáncol, ne táncoljál, ülj le a kanapéba! Nem, itt izgalmak jönnek, nem szabad leülni a kanapéhoz! Ajaj, nem skippelünk, semmiféleképpen nem skippeljük el, nem tudjuk, hogy mi lesz a csat. Emergency broadcast, igen, oké. Olyan bejelentések következnek, amikban...
elszabadultak. Elszabadultak a gonoszok. Ők vannak az indexképen, figyeljétek már. Ujjaj, ujjaj. Én azt veszem észre, hogy itt probléma van. A gonoszok teljesen lerombolják a Roblox játékokat. Mindenki nagyon veszél. Ott a főnök, a Scary Larry. Mindenki csukja be az ajtókat, és az ablakokat is. Az ablakok ne legyenek nyitva, hiszen ott is be tudnak jönni. Scary Larry azt mondja, hogy ő a fővezér. Jaj, ne, ő a fővezér, akkor iszok gyorsan egyet. Azokon Scary Larry-vel mindig csak a probléma van, és én egy kicsikét félek tőlük, bevallom az őszintén. Remélhetőleg nem kell a... Aha, remélhetőleg nem kell a... Ez mi? Lámpa. Lámpa, lámpa feló, bedtime van. Igen, persze, nekem most, így a semmi közepén, amikor jönnek a rablók, pont arra van idő az, hogy menjek aludni. De hát muszáj lesz majd az egényükbe. Az egényükbe elbújok, sajtok az egényükbe, hogy nem tudok bebújni, ezt nem hiszem el. Szépen megyünk föl itt az emeletre, én leszek a kék csapat, nem, engem a rózsaszín csapatot, ezt nem hiszem el. A rózsaszín csapathoz osztották be a nagy sajtókát, figyeljetek már, ide se, hát akkor melyik a, Émi, a zöld szoba, enyém a zöld, az iker testvérem, mert Báldal majdnem egyágyban, egymás mellett alszunk, hát hihetetlen. Kerecsen is itt van, ő már alszik, jó éjszakát kívülök, mindenki a mennyi a helyi. Ne ugrál az asztalba, mert fölvered a port, azt az úgy nem jó, úgy nem tudunk akkor aludni. Itt vannak nálam ugye az ételeket, szerintem úgy bestócoltuk, hogy nagyjából amire szükség lehet. Hoppácska, hoppácska, Báld, Báld, üssedlen, megvédett minket Báld, nagyon ügyes vagy Báld. Az a probléma, hogy nekem nincsen fegyverem. Szerintetek tudunk valahogy gyerekként is fegyvert találni? Olyan sötét van, ténylegesen az égradáson sem lehet semmit látni. Nézzétek addig itt a tájat, a gyönyörű tájat. Secret room, annyit írt ki. Hát jó, hogyha egy ilyen szomszédságban lakunk, hogy secret room van. Na mi van? Jót aludtunk, nagy alvások voltak. Ez csak álom volt szerintem. Na, mi az, hogy nem mozottak? És miért van ilyen kevés HP? Miért van ilyen kevés HP? Csak a mi szobánk volt megtámadva. Oh, kösz, kösz. Mindenki épségben ott a mi szobánkat megtámadtak. Oh, na, a blue room is. Most kell deszkázni, most kell deszkázni, mindenki deszkázzon, fogjon valaki egy deszkát, mindenki fogjon egy deszkát, nekem is itt van már az ötös slotban, menni kell építkezni, a pink szobát nem tudom, hogy ó, jó, az már be van ott minden csinálva az ablak teljesen, egy órás lesz az a live, mindig egy órás, menjünk, rakosgatjuk, én lemegyek, hiszen ott szoktak általában bejönni elsőnek a rablók, föntről hoztam az anyagot, szóval elég nagy utat jártam meg, pincébe van fegyó, jó, ez nagyon jó, tehát a pincébe akkor majd lemegyünk gyorsan. Most egy kis fegyúszér, azt mindenféleképpen viszünk magunkra. Már az első éjszaka, beköltöztünk a házikóba, már az első éjszaka is olyan az, hogy nye, itt ti aztán ti nem fogtok itt sajték aludni, még véletlen se. Van még ablak amúgy, amit be kéne? Nagyjából ott azért egy kis sunyi szerintem be tud mászni, hogyha nagyon akar. Köszi, hogyha lájkoltok, meg nyomtok egy feliratkozást, plusz egy megosztást, azt nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igazából szerintem... Hát, hogyha nagyon-nagyon pontosak akarunk lenni, akkor még ide a sarokba tud néhány jönni, de a basement, valaki fölkapcsolta a lámpát a pincé, akkor lemegyek a pinyóba, most azonnal lemegyek a Szigma, te mit hoztál? Ott végre valaki felkapcsolta, ugye vannak fegyó. Alma! Nagyon jó, visszük magunkat, a pénzentyűt visszük, a gumi, kell a francnak a gumi, de hogy kell a gumi, megyünk szépen, nincs fegyó, ott van. Ki ez a frencses gyerek? Csá, borostyák, ki ez a frencses? Na jó, írjátok meg chatre. Szeretetek, ezzel le tudok győzni mindenkit? De együttés, szevasz, ugye? Ugye? Együttés, szevasz, nagyon remélem, ti is ezt gondoljátok, sajtok? Együttés, az szevasz, de még menjünk építkezni kell. Ez az ablak fullos, ha nem is fullos, de nem annyira rossz. Na jó, még ide rakok, oké, legyünk menők, legyünk segítőkészek, mindenki építkezzen, srácok, betörés van készülőbe, mi meg itt izélünk, esszük itt a nagy pitéket, meg a chipseket, mi, hát nem ilyenre jár az agyunk, elsőnek a védelmi vonalat kell megépíteni, ez is, hát hogy néz ki, hát sima, együttés az csákány, ennyi komám, ti is azt mondjátok, hogy együttés, na helyes, nem csalódtam bennetek, na mi van, you did a... Great job at protecting the house, this should hold them back. Nagyon szép munka volt, meg tudjátok most már védeni a házat, ez biztos, hogy visszafogja majd a rablókat. Nagyon jó, helyes. Mit mondasz Csabika? Mit mondasz? Nem tudtam azt, hogy mit mondott a Csabika. Kaja, ha kajálok, föntébb megy szerintetek a HP-m. Ezek egy jó almán. Nice, föntébb megy, és megint hagyjuk majd megint beestre, akkor megyek gyorsan, betúrom a pizzát. Hol a konyha? Hol a konyhesz? Mégis akarok egy pizza szeletet, hol a konyhesz? Jaj, ne, figyeljetek már, három,
három ember ki lesz sorsol, vagy ki kapja meg az utolsó három pizzát, hiszen nem mehetünk ki a boltba, hiszen kint vannak a rablók. Na jó, hát akkor... Nem is tudom azt, hogy szerint ki kapja, ki szeretné? Írja meg gyorsan, ki kéne nektek, srácok, itt a chaten egy ilyen szép pepperoni, magyaros pizza. Nálam van egy szóval, én fel tudom áldozni, hogyha nagyon-nagyon kéne, akkor valaki egye meg nyugodtan helyettem. De én azon vagyok az, hogy a többiek is azért tudjanak itt eszegetni a cuccokból. Létszik-e? Médium kitte meg, üljél már le, itt már, ó ne. Én nem kaptam pizzát, nem kaptam. Megyünk a szobába, gyorsan a szobába, gyertek, ebben verekedés lesz. Honnan jön ez a fény? Én mondtam, srácok, hogy ezt az ajtót, ezt az ablakot nagyon-nagyon durván csináljuk meg. Én megpróbálok kileskelődni, ott mintha nappal lenne. Lol, they are outside, kint vannak. Hol? Én most próbálkozom. Szerintem kint lesznek rengetegen. Reméltek vagyunk elegen, és van elegendő felszerelésünk, hogy visszatudjuk. Hát én is nagyon remélem, hogy van elég felszerelésünk, hogy ezt visszatudjuk tartani. Burn pie. Figyeljetek már, valakit meg itt sütött egy ilyen pitét. Hát nem hiszem, hogy Zsombika, mint védjük a házat, Zsombika meg itt csinálja a nagy pitéket. Hát már nem semmi vagy Zsombika, viszek magam egy jó pitét. Ezt be is vágom, remélem nem mérgez. Megmérgezte. Zsombika megmérgezte a pitét, mínusz 15-öm lett. Zsombika, a legjobb barátom volt, azt mit csinál? Megmérgezett Zsombika, ezt nem, ugye visszaérek a szobába, és nem kell örökkezzenem. Na jó, nem vagyok a szobámba, nem vagyok a szobámba, figyeljetek már gyorsan, nem bírok visszamenni, és már verekedés van, úristen, ezt nem tudtam, hogy létezik ilyen, kajáj, very low energy, azt írja, kajáj, az összes kajámat betúrom, még a chipset is, amit hoztam, úristen. Ez hihetetlen, kiszorultam, egyedül vagyok itt a dolgok ellen. Föl ide, föl. Nem tudom, hogy ide megéri-e följönni. Oké, kérlek, éljem túl. Én konkrétan most kirázott a hideg. Ki lettünk médium kiddel csukva. Úristen. Én ott foglalkoztam a kajával. Na jó, még a chipszemet is, az egészet majdnem meg kellett, hogy egyem. A szoba is meg volt támadva, a másik szoba is. Bád, követem Bádot, megyünk fel szépen ide. Azt, hogy milyen védelmi van, ez meg mi? Egy koponyát kitárol fönt. No way bro. Most betörték az ablakot. Peti felfedezte azt, hogy van egy törött ablak. Peti azt mondta, és ilyen fekete füst jön, figyeljtek már a pince ajtó mögül. Oh my god, azt hiszi, hogy egy rossz fiú még ott van lent. Jó, lemegyünk. Le fogok menni. Jöjjön mindenki, fegyót elő, nehogy belelépjetek a tüskébe, és hát a vágóba, mert megvágja a talpatokat sem. Itt van Scary Larry. Ott van Scary Larry, és nekem nagyon durván fogy a HP. Mi van, be vagyok bugolva. Haló? Ha bevágoltam. Figyeljetek már, az egész szerót kinyírták. Ez mi történt? Bevágolt a sztori játék. Úgy mondd, hogy nem egyedül leszek, mert akkor így konkrétan megőrülök. Respawnoltam. Direkt vettem Robaxot, hogyha ilyen gondunk van. De hogy? Láttatok, hogy mekkora bug volt? Nem tudtam sem erre mozogni, de a Frenchem legalább itt maradt. A Frenchemet legalább add már ide játék, a Frenchem. Azt se adja vissza! Nem hiszem el! Hogy lehet ilyen bágos ez a játék? A legfontosabb... Jó napot, akkor nekem egy kalapácsom lesz. Gyertek le, kaját gyűjtse, mindenki a kaját gyűjtse. Boxok most nagyon nem érdekelnek. Mindenki egyen. A kövi játék ennek a folytatása, a Breaking 2 lesz még ebbe a játékban, és ebbe az éladásban. Srácok, alig maradtunk, ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Valaki fölment az emeletre. Menjünk gyorsan, mindenki lefelé! Ez elég gyors ez az eszköz szerintetek? Csak elég gyors, vegyem le a képet a falról. Honnan? Milyen képet, milyen falról? Nincsen sajtos hét, az majd 500 ezer vagy 450 ezer feliratkozó lesz. Nem sokára 10 ezer feliratkozó választ el nagyjából minket a 450 ezerhez. Hogy nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel sajtok pár, ezért mindenhova bebágolok ebbe a mai videóba, elembe! Na szóval, a tast is az, hogy senki sem maradjon a padlón. Senki sem maradjon a padlón. Mert az nagyon nem lenne jó. Figyeljetek, el kellett bújni. Hát azt mondták azt, hogy menjünk le ide. Itt vagytuk az ajtót. De ügyesek vagyunk. Itt vagytuk az ajtót, és most már alig vagyunk. Mindenki,
aki csak tudja, üsse, akik jönnek. Álljatok fel mondjuk erre a ládára, és próbálom arrébb rakni, de nem igazán lehet sajnos. A földön ne álljunk semmiféleképpen, és próbáljuk meg az egész csapatot. Bald is üti, Peti is üti majd. Vegyed fel Petit az eszközt! Vegyed fel Petit az eszközt! Mindenkinek van, amivel tud harcolni! Fú, igen, a Breaking 2-t is kivisszük a mai élőadásban. Megvédelek. Kösz, haver, királyak vagytok! Próbálkozok nem elbújni, hanem én is harcolni. Itt van az első, itt az első gonosz. Figyeljetek, már ütjük, ahogy csak lehet. Ez az egyel elbántunk nagyon király. Chipsem is elfogyott, és nincs más kaja, hogy veszem észre. Nincs más kaja. Ez meg mik ezek a bolondságok? Ezeket csak arrébb lehet teszegetni. Nincsen kajám. Ajaj, hát akkor itt problémák lesznek, de nem baj. Megjött a következő betörő. A következő betörővel is pórulj fog járni, aki a sajtékkal harcol. A sajtokat senki se tudja legyőzni, így bizony megvan a következő enemy is. Ő itt amúgy ez a kerecsen nevű haverunk, azért nem semmi. Figyeljétek, már nem semmi ilyen. Ha! Lesz bolt. Bolt lehetőség lesz felszerelkezni majd a következő évre, az nagyon jó lenne. Oké, azért fogyogat a HP-m, de ledobta a nagy pénzeket. Hoppa, hoppa. 60 pénzentyűn van. Drop the padlock. Hol van a padlock? Figyeljétek már. Ja, igen, most akkor gyorsan be tudtuk zárni az ajtót. Be tudtuk zárni az ajtót, király. Még sosem voltál élőn, üdvözöllek, hogyha itt vagy először, üdvözöllek, aki véletlen nem tud most itt lenni, vagy mennie kell, fönnmarad az egész íradás, és vissza tudja majd nézni videó formában. Jó, itt el vagyunk szépen lent a pinyóba, itt nincsen semmi probléma, el vagyunk. Így figyeljetek, én azt mondom, hogy mi ez a csavar? Vagy ez mit akar itt ki? Azt hittem, hogy ezt ki lehet nyitni, hogyha valaki jönne. Nagyon-nagyon sötét és hideg éjszaka jön. Aha, jó hír! Nagyon jó hír, hogyha ilyeneket ír a játék, az, hogy nagyon sötét és nagyon éjszaka jön. Pasi alszik, többiek is alszanak, hát akkor szerintem megint aludnunk kellett volna, mert hogyha nem alszunk, akkor szerintem van le egy kis HP-t, vagy hát fogalmam sincs még. Ott voltam Hévízen, Nikoletta, nagyon-nagyon örülök. Nehogy aludjatok, Pasiék, nehogy aludjatok, nekem itt segíteni kell majd itt a harcokba, még véletlen se aludjatok, az nagyon nem lenne jó. Jegeket. Szedd össze kint a jegeket és adjam oda az NPC-nek. Na jó, ez jó taktika, de nem tudom, hogy érdemes amúgy fölmenni. De most azt hiszem bezártuk azt az ajtót, legalábbis én arra gondolok, hogy ezt most bezártuk, és nem annyira hasznos, hogyha most kimennénk innen. Tamás Gameplay, köszi szépen, hogy feliratkoztál. Oké, üvegekre ne, hogy rálépjetek. És akkor menjünk ki, szedjük össze a jeget és adjuk oda az NPC-nek. Jég, ott van kettő darab, és hol van az NPC, akinek oda tudnánk adni? Én beugrok, egy jég darab, még egy, csak egyet bírál a sajtóka. Egy jég darab, hozzátok a többi jeget, nehogy elolvadjon a kezetekbe. Menjünk oda, végre kimertünk egy picikét bevásárolni. Azt a bazsi meg elcsúszott a jégbe, hát ezt nem hiszem el. A Blocky Mart nevű bevásárló központra fogunk most menni, és odaadjuk a jeget. Mindenki hozza magával légy szívességet, csak akkor tudunk majd már. Igen, Nerver Destroy, de úgy mi bepusztult? Ekkora vihar volt, vagy a rablók direkt a viharral jöttek? Hol az NPC, akinek oda tudom ezt adni? És nincs világítás, haló! Én azt mondom, hogy medik. Tudok venni egy medkit. Jaj, nem állsz, pont kifogyott, ezt nem hiszem el. Hol van még, amit tudna minket tölteni? Én mondjuk 60-ban tudok venni egy chipset. Oké, vettem egy, ezt is ki. Mindent megvesztek előlem, akkor vettem egy kis sütit. Vettem kettő sütit, veszek három sütit. Hol az NPC, akinek oda tudnám adni, nem tudjátok? Szépen itt van egy kis víz. Ez nem tudom, hogy mire jó. Pénzből tudok pénzteni. Persze, 20 robaxért, és hihetetlen. Topá-topá most meg vett megint egy kis kaját a konyhába. De hát a múltkor is mérgezett volt, szóval nem vagyok benne biztos, hogy annyira túlzottan megéri ezeket venni. Bár amit a boltba veszünk, azért csak nem mérgezett, nem? Nem tudom, hogy vagytok vele, de most már mentek vissza? Azt mondjátok, hogy menjünk vissza, jó? Oké, még el akartam vinni ezt az egy jégdarabot, de szerintem nem éri meg. Akkor menjünk tovább. Köszönjük, hogyha megosztátok, meg lájkoltok. Nem mérgezett. Jó, akkor ebből tudunk falatozni normálisan. Hát, azt a te. Hát itt egy kicsikét lerobbant ez a kis autó. Figyeljetek már, nem is versenyautó, nem is ilyen chipszerűség, nem tudom, hogy milyen. Blocky Mart, igen. You are next! Aki lerobolta ezt az egész környéket, azt írta ki a táblára, hogy te vagy a következő. Ott a rendőr meg már helyszínel, te vagy a következő. Hát, ahogy nézem, lerombolva, és mi jövünk tényleg következőre. Nagyon jó. Na,
Teljesen jó. Pete, a Petének adjátok oda az Uncle Petének. A Petének adjátok már oda, na. Hát Pete, nem akarod? Hát komolyan mondom, Draco Gang, köszi a feliratkozást. Szúr. Ó, itt egy szúr, figyeljétek már. Ha, mik is vannak, itt föl tudnák az egész udvart figyelni. Neki kell odaadni a jeget. Ennek a bolondosnak, itt ennek a Chili Charlie, gondolom neki kellett volna. Mindjárt bezárjuk az ajtókat, szóval mindenki jöjjön be, légy szíves a házba. Mindenki jöjjön be, légy szíves a házba, mert ha nem, akkor kint maradtok. Csukódik az ajtó, gyerünk, gyerünk. Azaz, nagyon szép. Itt lehet, ja, hogy itt tudunk a receptet, figyeljetek már. Sbloxy, Slunch Pie, Cookie Pie, Whoppie, na háromból tudnék craftolni egy ilyen nagyon nagy sütikét, ami szerintem tökre menő lenne. Na, Topa még a jeget hozta be is. Ezt már nevezem, hogyha melegünk lenne, akkor már Topa le tud minket hűteni. Szerintetek megéri? Írjátok meg gyorsan a chatre, craftoljak magunknak egy sütit? Vagy inkább ezt majd egyegessem meg, hogyha véletlenül valami gorondom lenne. Mire gondoltok azt, hogy eszegessek, vagy itt elég lesz, amit most süttek nekünk? A nagy kalapáccsal megszerelem itt a gépet. Gyere ide kalapács, kapod a pofonofokat, így van, így van. Kraftoljak, azt mondjátok, hogy kraftoljak, jó, ugye nem mérgez? Ez az nem mérgezett, nagyon-nagyon király. Elveszek még egy szeletet, hát ez még többet is tölt, mert azt hiszem 5-5 tölt az egyik. Csinálsz pitét, nagyon jó vagy, én is megcsinálom a pitét, kraftolok. 1, 2, 3, le van kraftolva, rakjuk be a sütőbe, sül is, csak nehogy addig jöjjön valaki. Boss fight jön, bád azt mondja, hogy lassan boss fight jön. Ne, someone is enter, valaki süss ki, gyorsan, süss ki gép! Nagyon jó, rakok ember is zsebbe. Fú, jó, el tudtam rakni 2 pitét zsebbe, ami azt jelenti, hogy 20-at tudunk most már 15 helyet tölteni, nagyon király. Nagyon király. Ne nyissi, senki se nyissa ki az ajtót. Ne nyiss ki az ajtót, figyeljetek már, megdicsért a játék, hogy ilyen jól sütöttem. Ne nyissátok ki elő a fejszét, majd ha bejön, akkor bejön, ha nem jön be, nem jön be. Nikolett Kassa, nagyon örülök, hogyha ott voltál, Hévízen király. Mi van? Nem, na. Ő csinálta a mérgezőt, ezt nem hiszem el, amikor pörög, ne üssük, azt mondják. Hogy lehet az, hogy a mér... Hogy rakta be a... Megvan, amikor betölt még elsőnek titokba, akkor ő rakta le a mérgező ételt, ezt nem hiszem el. Én kicsikét távolabb megyek, esek, ismerjük ki a harcrendszerét, a közelében nem megyek, amikor így ide-oda pörök, hiszen nem is lehet nagyon sebezni. Menjetek arra, hogy nagy leüssön titeket, srácok, gondolom el fog szerintem fáradni, így bizony most, mindenki üsse! Ez aztán teli van, egyből elkezd pörögni. Jó, hármat sem, összes engem kerget, hagyjál békén, figyeljetek már, hogy szedi a HP-val, hagyjál már békén. Miért engem akarsz? Jó, elfáradt, oké? Szét lesz verve! A fejét üsd, apa megsérülhet! Szép! Na most már csinálj nekünk mérgezett kaját, te! Most csinálj nekünk mérgezettet, mi sajtok vagyunk, megvédjük egymást! Nem maradsz le semmire, hiszen fölben az egész íradást, nézzétek vissza az egészet, hogy a véletlenül pár percről lemaradtatok! Húha, Eszpeti, ő nyitotta ki múltkor az ajtót, de most oké. Senki sem nyitotta ki, nagyon erős volt. Na most már alszok, olyan sötét van, legalább egy lámpa lenne. Azt se tudom azt, hogy merre van a szobám. Ugye én a zöld szobában vagyok talán, így bizony, szép. Na aludjunk egy picit. Sajtok, visszatöltöttem már, mert ez az! Visszatudtam! Sajtok nyernek, így bizony, haverom, jól gondolod? Hogy telik amúgy az őszi szünet nektek? Írjátok meg, légy szíves itt a cseten vagy kommentben, majd szívesen elolvasom és válaszolok. Nézd vissza a live-ot. Ja, azt hittem, hogy nekem írod, mert most még nem tudom, bocsánat. Együtt visszanézzük az első fél óráját az adásnak, és akkor egy óra éladás annyi, hogy végigjátszunk fél órát, és végignézünk fél órát. Az vicces lenne. Nagyon jól, örülök, hogyha nagyon jól telik a szünet. Nagyon jó. Panzer Christian. Wow, Ronaldo a profilképet. Ezt már szeretem. Tudjátok, hogy van ez? Mit mond Ronaldo? Ki tudja? Kivel kardozunk, haverok? Kivel kardozunk? Ajaj. LST. Ajsa kolcsár. Hát nagyon sajnálom, nem lett bajod. Nyissuk már ki. Ott a nagy izé. Opa, pénz egy! Remélem eltettem. Csá, Hugo, remélem, hogy eltettem a nagy pézesőt. A pézeső. Így bizony. Tudjátok, hogy van ez? Jó, gyorsan telik a szed. Hát, ja, ne is mondd, már péntek van. Nagyon jól tudjátok. Ki kell menni, mert a szomszédnak a riasztója bekapcsolt.
Nagyon jó, ezek mindig jók, amikor ki kell menni, mert a szomszédnak a riasztója bekapcsol. Oké, okay, gyorsan! Azt a... Feltörték a boltot, a Tesco-t kirabolták! És ott a Scary Larry! A Scary Larry, aki irányítja az egészet! Az ő ujja körül pörög az egész támadás, vagy hogy mondják ez? Ezt nem hiszem el! Scary Larry! És jön felénk! De ugye, hogy tudnánk őt komolyan venni, amikor konkrétan egy virág van a fején? Gyorsan, van igen, a Sewer, ezt tudtam, ezt az előzőben észrevettem, NPC haverje, pont ugye a haverunk az NPC-ten a... Ne, megölték, megölték, figyeljétek már, aki ott volt a kertünkben, ezt nem hiszem el, megölték ott, aki ott volt a rokonunk, vagy nem tudom ki volt az, a csatorna rendszer. Fúj. De nem szeretem, amikor csatornarendszerbe kell csápolgatni, mindig ez van. Főleg az, hogy elárasztották az egészet. Nagyon zárjuk-e? Valaki hozott, én ha kell, eltömítem a lyukat ezzel a pitével. Eltömítem ezzel a kétféle pitével a lyukakat. Mindenki. Ne esetek bele, hát rajta vagyunk, haver. Tényleg te vagy az egyedüli felnőtt most, a Bald. Neked kell most irányítani az egész csapaton. Na jó, hát akkor egy lájkot szurkoljatok, légy, ez szerintem borzasztó nehéz, ez szerintem borzasztó nehéz. Mindenki fegyvert elő! Nem, az pont, hogy nem, rakjátok el a fegyvert, mert az pont az, hogy még hátráltat titeket. Jó, ugorjunk. Én megyek, lemaradok, menjetek. Sajtóka fog itt az egész csapatra vigyázni, mindenki menjen előre, sajtóka vigyáz mindenkire. Majdnem megkóstoltam, oké? Megyek szépen, gondolom ez amúgy süllyedni fog el előttünk, meg utánunk, meg minden, szóval nagyon ki kell számítani azt, hogy mikor megyünk. Gyertek, senki se esett bele a vízbe. Nagyon jó, oké, megvagyunk. Topa, itt mi? Föl lehet szerelkezni, kell majd javítani, úgy érzem, hogy kell majd javítani valamit. Figyeljetek már, a tüskékre kell vigyázni. Jó. Melyik ending legyen a Baking Story 2-ben, meg majd ott segítetek, hogy melyik karaktert is válasszuk, hogy felnőttek vagy gyerekek legyünk, szóval azt majd ti fogjátok nekem segíteni, és szóval maradjatok egészen végig, hiszen ezután még mi történt? Ajaj, bevágolt a játék. Ajaj, szóval az egész sztorit ki fogjuk még a Breaking 2-t is vinni, szóval mindenféleképpen maradjatok az egész adásba. Figyeljétek már. Itt valami probléma. Az egész játék, figyeljétek már, error. Elment a lámpa, és itt villog az egész szöveg. Error, hiba. Mert úgy valójában ez a Larry az egy robot. És ilyenkor hibát jelez neki a rendszer. Ott van, hibát jelez neki a rendszer. Mert azt gondolja az, hogy nekünk igazándiból nem tudhattunk volna idáig eljönni. Run, fussunk, oké, én megyek, topatopát követem. Vigyázzatok, biztosok bennetek, hogy tüskék meg ilyen cuszli-muszlik fognak jönni. Oszta! Hát ez mekkorát ugrott és Hello, jó napot kívánok, a nevem Scary Larry, igen. Eddig a pontig easy módban játszottatok, de ez most változni fog, hard mód fog következni. Oh no, hát ez nagyon nem jó. Állítólag majd adnia kell egy kulcsot is, és hardba kell vágni, ez nem jó, segítség, engem nagyon ütögélnek, de segít, oké, sajtok lehozzák, köszönöm szépen, most egy kicsikét pajzs voltam, jó, ez itt be, nem bagolt be, dehogy bagolt be, őt is szépen, és itt van Larry. Kövessük Larryt, figyeljetek már, szépen én elbújok ide. Ajaj. Óvatosan, figyeljetek már, Larryke. Jó, oké, szegény kerecsennek, majdnem neki ment kerecsennek. A nagyon fontos, hogy bújjatok el, ahonnan ő akar jönni, bújjatok el, és szerintem, hogyha elfárad, akkor kell tényleg megütni így a hátát, hogy valamelyik részén, és akkor... Ez majdnem nekem jött, kövi, megint majdnem nekem jött, király. Eddig jók vagyunk, topa, gyorsan amúgy helyezkedni kell, hogy a környékén legyünk, úgyhogy nagyon gyorsan ki tudjuk majd amúgy jutni, amikor elfárad, csak nem tudom, hogy mennyire kemény, jó, üst, én leszek az első, figyeljétek már, csavarni kell a hátán a kulcson, jó, én rengeteget csavartam, én voltam az első, aki el tudta csavarni ott a hátán a kulcson, nagyon szép, Larry, jó napot, Larry, kell megint elugrott, és megint jönnek a minyonok, ezt nem hiszem el, megint jönnek a minyonok, ez nem jó. Milyen az a rózsa, aminek nincsen tüskéje? Jaj, ne tüskeljön, tuti tüskelni ridálkan. Hoppá! Azt a... Oké. Ez meg se szúratott. Azt a... Mennyi tüskeljön egyszer, ezt nem hiszem el. Figyeljetek már. Jó, ennyi volt, túléltük. Ó, dehogy is!
Jó, megvan, meg azt a következő. Következő, ez bonyolult ez a játék, azt hiszem ez a sztori játék, nagyon-nagyon bonyolult. Hua, megint ide, csak egy másodpercen meg kell jegyezni, hogy hova ugorjuk a tüskék ellen. Oksa megvan, köszi. Haverok, gyertek utána, megyek, jaj, Scary Larry megint idoda akar szerintem menegetni. Pang, pang, idoda rugózik majd úgy gondolom, így bizony, és akkor lesz fogjuk venni az egyik HP-ját, simán levesszük az egyik HP-ját, lehet egy kicsikét hosszabb lesz ez az éladás, mint egy óra, hiszen a második sztorit is ki szeretném vinni, az is elképesztően jó, a Breaking 2 nemrég jelent meg, szóval tele van újdonságokkal, edzésekkel, gyúrásokkal, Petit megütötte, Peti barátunkat megütötte, figyeljétek már, hihetetlen, topa topa, te is menj arrét, topa topa, jó? Most a közelbe kell helyezkedni, most helyezkedjük a közelébe, helyezkedjük, most fog el, én érzem, hogy most fog elfáradni, most fog, ez azt tudtam. Azaz, tekerjétek, tekerjétek, nagyon jó. Meg is van tekerve, gyönyörű, már csak egy HP-ja marad. A kettő a háztól van balra, egy kaja, hát most már szerintem nem vagyok olyan pozícióban, hogy itt kaják, azt neki lett a medikitje. Kerecsennek lett a medikitje, azt mondja, hogy most lehívja a minionokat, mert kösz, Kerecsen hílelt engem, nagyon kedves, hogy Kerecsen, akkor most újra lehet engem is ütni a többieknek, üssétek a sajtót, tele van HP-val, azaz Bald egyedül próbálja legyőzni, de Baldnak mindannyian segítünk, nagyon jó vagy, köszönöm szépen Kovács Hanna, köszönjük, hogy nyomtok egy lájkot, hogy tetszik az adás, és szeretnétek, hogy még legyen éladás videó. Remélem nézzétek meg a... Na, láttatok már a mai shorts videót? Ha még nem, akkor nézzétek meg, mert nagyon-nagyon vicces lett. Ha azért sebesz, hogyha nekem jön az előzőben véletlen nekem jön. Mert a végén választani kell azt, hogy melyik endinget választjuk azt. Tehát az majd kiderül, szerintem most fogjuk szétverni. Verjük meg, figyeljétek! Oké? Elsőleg az elsőt, és utána a második részt. Te láttad már, Katalin király, remélem, hogy nyomtál egy lájkot, mindenki nyomjon egy lájkot a shorts videóra is, meg minden videóra is, hogyha tetszik. Király, na ennyi. Darabokra hulló. Aranykróbár, aranykróbár. Ezt láttatok, hogy mennyi aranykróbár volt? Vagy egy darab, és ezt kivette fel. Kivette fel azt az aranykróbárt. Nekem kell az aranykróbár. Te megcsináltad. Mit csináltunk meg? Scary Larry le lett győzve. Ez az. Itt a sztori vége, úgy érzem. Le tudtuk győzni Scary Larryt. Le tudtuk, vagy nem tudtuk. Na most van Scary Game. Na mi van? Bekeményítesz, vagy nem keményítesz be? Ajaj. Ajaj, feltűnően sötét van. Feltűnően sötét van. Jaj, ne is kátszél. Kerecsen. Mi? Mit csinálsz? Mi történik Kerecsennel? Ő vette fel. Kerecsen vette fel és ellenünk szegült! Úristen! Kerecsen ellenünk szegült, láttátok! Ő vette fel a Larrynek a fegyverét, és aki fölveszi a Larrynek a fegyverét, az konkrétan áttál hozzá! Na jó, én megőrülök, ebből most mi lesz, figyeljetek már, itt állunk a sötétben, Kerecsen lépkedj, meg se tudok mozdulni, a fegyverem! Vagy lehet a történet most fog folytatódni, és sikerült, Yuvin! Evil ending. Az evil ending! Kerecsennél maradt a cucc! Az evil ending, ez lett a vége, le tudtuk Larryt győzni. Fú, hát ez komoly. És akkor most mit tudunk kezdeni? Kerecsennél elképesztően gyorsan tud futni. Oh my god, Kerecsen, add ide! Kerecsen, add át a cuccot! Na jó, kivittük az elsőt, vertünk a másodikra. Mit szóltak hozzá? Jöjjön a break-in! Legyen vége az adásnak, vagy jöjjön a break-in! Mit szeretnétek? Melyiket szeretnétek, jó? Választhatok gyorsan itt a chaten, meg kommentbe. Ti fogjátok eldönteni, addig iszok. Breaking 2, azt írjátok, hogy jöjjön, okay. jön a kövi, hogyha összegyűlik az 500 lájk, akkor kezdjük is, már csak pár embernek kell lájkolnia. Most tölt be a következő pálya, most tölt be a következő pálya. Hoppá, és most ti döntötök, hogy melyikre menjünk. Felnőttek legyünk, vagy gyerekek legyünk. Gyorsan, egyes a csetre, gyerek, kettes a csetre, felnőtt. Egyes, kettes, gyorsan. Itt lehet kid, azaz új játékosoknak ajánlott, vagy kemény, nagyon-nagyon profi játékosoknak ajánlott. Kettes, azt írjátok, legyünk felnőttek. És melyik? Én a védelmező akarok lenni mindenféleképpen. Megvárunk titek, itt van Kerecsen! Kerecsennek folytatódik a kolondja ezen a játékon is!
azt a Szigmának is milyen, Szigma a múltkor is milyen karakterre jött, azt a megőrök. Gyertek, sajtok, együtt fogjuk lehozni ezt az egészet. Nem szállok be oda most a többiekkel szerintem. Maria, Maria egyedül nem mehet, Maria egyedül nem mehet. Gyertek, sajtok, Mariának muszáj, hogy segítsünk, mindenki szálljon be. Sajtok, le fogják hozni az egészet, Kerecsen is jön velük. Kerecsen is jön velük, ez komoly lesz. Ez nagyon-nagyon komoly, ez is meg lett az 500 like, nagyon-nagyon királyok vagytok, sajtok. Ha véletlen sajtagok szeretnétek lenni, akkor az a csatlakozás menüponttal tudtok sajtagok lenni. Ez adott összegbe kerül, és ez egy támogatás számomra. Nem kötelező, hogy akartok egyedi emojikat használni, akkor is friendeljelek be titeket a Robloxon belül, akkor sajtagok tudtok lenni. Az erdő is felnőttként Kerecsen visszatért, és én vagyok a felnőttünk. Most a gyerekekre nekem kell vigyázni. Nekem kell vigyázni a gyerekekre. Figyeljétek már, lesz Dorsz, nem lesz most Dorsz. Bejött az egyik videós. Hova? Ki az egyik videós? Van velem egy videós? Figyeljétek már, nem tudom melyik az. Ábel is itt van, legyen Origin Ending, vagy döntsétek el ti, hogy melyik Andy. Fogom a sajtbábút, nagyon király, ott vannak a kis sajtok a háttérben. Rendezvényeken megtudjátok, hogy az MC Shopon túper sajtelőcket oldalon venni a menü sajtos figurákkal. Secret Ending, legyen Secret Ending, tőle van is le. Muszáj, szükségünk van egy olyan helyet találni, ahol nem ér minket a vihar, nem ér minket a semmiféle villámlás, szóval menjünk! Menjünk előre, bejövök belsőre, Bald itt van velünk, nagyon király! Ujjajjajjajjajj, be fogunk tényleg menni, és ez igen a második része az előző játéknak, ezt is ki fogjuk vinni, szóval ez lehet, hogy másfél órás adás lesz, remélem, hogy nem probléma. Secret Ending lehet, azt hogy Secret Ending lesz, szóval majd kiderül ám, hogy mit fogunk játszani. Én azt mondom azt, hogy rebootolom itt az energiát, rebootolom az energiát, illetve próbálok lootolgatni, mert ugye a másikban is tudtunk ilyen sütiket, meg ilyeneket találni, szóval én remélem azt, hogy itt is nagyon fel tudunk szerelkezni, mert olyan boss fightok lesznek valószínűleg, mint az állat. Szépen ez is megvan, de nem tudunk bele, olyan alacsonyak vagyunk, hogy a felső fiókban nem tudunk belenézni. Egyszerűen hihetetlen, nagyon szépen köszönöm Kenész, Deák, Judit, nagyon-nagyon király, és remélem, hogy tetszenek a videók, a lájamok, a mindenek is. És várjál, már van 3 kajám, ez nagyon szép, ez nagyon jó. Fölvesszük a pénzt is, de azt a teli vagyunk kajával, de miért nincsen még áram, segítsetek már. Jó, rebootoltuk az áramot, nagyon jó, nagyon jó. Most már talán lesz áram, csak előtte a kivetítő, itt a tévé helyett. Most figyeljétek, hogy óriási projektoron fogják mondani, hogy mi a feladat. A titkos gonosz bázisba vagyunk éppen. A titkos gonosz bázis itt van, és a Jocika ne jelölj be kérlek friendnek ennyi szemmel, csak itt bugoltatod a képmőt, ne haragudj, nem tudok visszajelölni, csak mondtam az előbb, hogy milyen dolgokkal. Mit fogsz játszani ezután? Ezután semmit, hanem most 2 sztori játékot hoztam a mai adásba, hogy az egészet ki tudjuk játszani, a Breaking 1-et és a Breaking 2-t. Jó, az a helyzet az, hogy én megyek gyúrni. Képzeljétek el, hogyha megyünk, arra van egy bolt, zárva van. Konyha, nem tudunk. Tudunk menni harcolni pénzé, és tudunk menni gyúrni. Lábra vagy karra gyúrjunk. Írjátok meg gyorsan, kommentbe csetere, láb vagy kar. Én azt mondom, hogy átfogal sincs, egy kar, nem? Nem tudom, kattintok úgy, ott csak lehet. Figyeljetek, ma alig adja. Alig adja, láb vagy kar, gyorsan mindenki, gyorsan. Terraria most nem lesz, köszi a kérdés, mert most játszunk ezzel a játékkal. Igen, most az a lényeg, hogy edzenünk kell, van pár percünk edzeni. Mindenki azt mondja, hogy kar, aha. A boss fightnál ütnünk kell őket, a kar sokkal jobb. Én is azt mondom, hogy egy 2-3-as erősséget próbáljuk összehozni. Szerintem az nagyon-nagyon király lenne. Az a... hát azokat pénzt is kéne úgy az ölésekből szerezni, mert hogyha ha szerzünk ugye itt, hogyha legyőzzük a gonoszokat, akkor kapunk azért pénzt, és abban tudunk kaját szerezni, és ha kaját szerzünk, akkor tudjuk ugye a HP-nkat pumpálni felfelé, és az a baj, hogy ez az meg lett a level 2, hozzuk le a level 3-at, mit szóltok, de aztán de lassú, weapon strength-et is tudnék szerezni, az egész csapat gyúr, és senki se harcol, oh my god, nagy gyúros komák, figyeljetek már, szuper sertek, ő most tud kattingatni, megszerzem gyorsan, te vagy a videós, ninja pro, szevasz ninja pro, király vagy, te is videós vagy, azt tudom, hogy nem letörd az ujjam, hogy kattingattam, láttatok milyen gyorsan tudtam kattintani, 85-5 másodpercenként, hát én azt mondom, hogy ja, meg lesz a 2, utána fussunk is egyet, hogy menjünk harcolni. Fussunk vagy harcoljunk, gyorsan, futás vagy harc, írjátok meg.
Eszembe veszek a kettes szintet, talán le tudom hozni így, így várakozás alatt. Én arra gondolok, most egy kis edzőtere van. Miau, te is edzél egy picit. Valaki, aki akarna futni, az adja át a helyet a többiek, hogy ők is tudjanak erősödni. Nehogy az legyen. Megint letörik az ujjjjj. Jó, sikerült, nagyon király. Alex, szavasz, Alex, te is gyúrjál! Vagy nem, ő itt a személy, Alex Kenderes itt a ezért, nagy személyjegyző, figyeljétek már, személyjegyző nekem itt Alex, nagyon-nagyon nyomja. Lesz Terraria, nem tudom, hogy lesz-e, lehetséges, hogy lesz Terraria, az amúgy egy tök király játék, szóval kösz az ötleted. Mikor lesz Stumble Guys Live? Hát szerintem... Hát nem szeretnék hazudni, a pontos dátumot nem tudom így előre megmondani. Szerda szombat szokott Stumble sajt lenni. És siker, megvan. Oké, én nekem ez teljesen jó, level 3. Fussunk, azt mondjátok, hogy fussunk, ne harcoljunk, jó? Hát akkor rámegyek egy treadmill-re és akkor futok egy picikén. Fú, azt a féljétek már a sajt azért nem szórakozik. De harcolni is kéne, akkor tudnánk tényleg pénzt szerezni. Mennyi időnk van szerintetek felkészülni? Legalább az egyes futást amúgy szerezzünk meg, nem? Voltál Szolnokon a videós találkozón? Nagyon király! Nagyon király voltam Szolnokon egy plázában is. Egy bevásárlóközpontban is nemrég. Sőt, nemrég, pénteken voltam. Breaking news! A futópadról nézem a breaking news. Figyeljetek már, talán addig be tud töltődni az enyém. Ne szórakozzunk már! Én addig közben futok! Breaking news közben is edzek, hát megőrülök! Evil news! A gonosz naplója. Mi lesz itt? Halló? Jó napot kívánok, Scary... Eltűnt Scary Larry. Így győztük le, és jöttek le a rendőrök. Ebben a pontban győztük le, itt van körbe, és eltűnt. És én vagyok ott, mint noob. Hát kösz szépen, játék! Elmenekültek a noobok, akik legyőzték az előző játékba, és betörtek a bázisba. Hát igen! Három. Ki az ott hátul? Ki az ott hátul? Három hullámban fognak jönni, és Scary Mary, Larrynek a felesége. Hanna Foxy, persze, hogy emlékszek, Hévízen nagyon szeretek lenni, ott nagyon jó rendezvényeket tudunk csinálni. Ha lesz később is, akkor mindenféleképpen szólok nektek. 40 másodpercünk van fel... Na jó, ezt lefutom. Lefutom! Amúgy... Szerintem, hogy elég izmos vagyok, szóval azzal nem lesz probléma. Én megmondtam. Hát igen, jó, fussatok le! Nincs fegyverem, csak az a bolondot. Jó, elég lesz a level 2, most bőven jó lesz a level 2. Menjünk le, gyúr, menjünk le edzeni. Lenézek oda, hogy hát egy kis pénzt tudok szerezni magamnak. Úgyis hát HP ügyileg nem vagyok olyan jó, szóval be kell vásárolni majd kajával. Figyeljétek! Ah! Te, majdnem belezártam magamat! Az ennyi volt! Azta! Na jó, készüljetek fel! 3, 2, 1. És erre figyeljetek már hozzá őket. Ne! Üssétek sajtok! Azta, ezek jó noobok voltak. Kik ezek a bolondos noobok? Kaptam a 30, van 40 pénz. Jó, föl kell mennem harcolni, 40 pénz az nem jó semmire. Itt a másik, azta! Jó, légy szí, oké, várj, amúgy 40 pénz szerintem egy-két kajára jól lesz. Kettőre megvan. Jó, ez könnyű, igen, ez nagyon könnyű van. Van shop! A Robaxé most nem veszek, 50-be kerül. Milyen fegyók? Fegyó kaja! Gyorsan chat, írjátok, fegyó vagy kaja? Mit vegyek? Addig elmegyek harcolni egyet, mit vegyek? Fegyó vagy kaja? Mi legyen? Én addig harcolok gyorsan, úgyis van időnk szerintem most. Ti döntitek-e, hogy mi legyen? Szépen lejövök. Ujjaj! Megfigyelnek minket a kamaszta! Ja, nem veszít, ez csak a King haverú. Jó, gyere, harc! Oké, megvan. Harc, megvan. Nem adja a pénzt, de adja a pénzt. Nagyon király. Harc, megvan. Jó, mindenki gyűjtsön be a pénzt. Fegyó vagy kaja. Még jöttek a csetre, amíg harcolunk. Jöttek az ötletek a csetre. Meg kommentbe természetesen. Jó, kaja, fegyó. Úristen, 50-50%. Fele a cseter éhes, fele meg harcolna. Jaj, ne. Defeat everyone in the room first. Weather, most már van weather is. Ó, de jó, ez egy új update, megint jött. 140 pénze van, veszünk fegyót is, meg kaját is, mit szóltok hozzá? Oké, ez meg itt mi a burgonya krumpli főzelékes sárkány tojás, ez meg mi?
Azt nem hiszem el. Jó, én azt mondom, úristen, mennyi pénz van, még 33 enemy van, gyorsan őket legyúrjuk, azt mondjuk, hogy fegyó, oké, nyitunk mindent is, hát a chipset ki tudjuk nyitni, azzal rengeteget tudnánk magunkon tölteni, az elképesztően menő lenne, de szépen előre, az a, mi történt, low HP, nem vagyok annyira low HP-n azért, de szerintem megyek innen, azért most hát tényleg engem sebezgettek, arra oda kell figyelni, hogy amit most elvesztegettünk ugye HP-t, azt föl is kell tölteni abból a pénzből, amit most megszereztünk. Szóval arra azért ténylegesen oda kell figyelni. Üssük meg itt, 300, jó, oké, ennyi elég lesz, 320 pénz, ebbe be tudok vásárolni, utána sebességet, mi ez, szavaz Pete? Mi van Pete? A persze, már legyőztem 40 rossz fiút, Pete, ne akarját velem szórakozni. Na jó, vegyünk egy fegyót. Arany. Ezt már nevezem, és hol tudom aktiválni magamra? Your baseball bat is better. Ne hagyj, ne szórakozz, hogy jobb a baseball ütém. Hát ez komoly! Ez most komoly! Ilyen gagyengókat nyitok? Ez már szeretem, de ez is. Nem hiszem, nem adja oda, amit nyitottam, és még véres, azt, hogy össze vagyok verve. Na jó. Megyünk olyat. Oké, okay, cookie, az nagyon jó. Cookie, oké, nagyon jó. Cookie, oké, süti. Ó, a főnyeremény! Let's go, bro, a főnyeremény! Juhu! Nagyon jó, szerintem egyik a bőven jó lesz, egyik olyan nem. Egyik olyan bőven elég lesz, mit szóltok hozzá? Vegyétek már ki, hogyha vettétek, haló. Jó, oké, kirebek, pénzentyű, hoppá, pénzentyű, azaz, na jó, egyik olyan biztos elég lesz, hát hogy, kimenjek? Jó napot kívánok, ott egy arany cuclimuszli, meg egy MP, jaj, azt a fogy a HP, meg engem már itt ütnek, akkor gyorsan kaja, tényleg elfelejtettem visszatölteni a kajámat, ó, bakker, de kevés, azt a összes, amit nyitottam, elmegy arra, hogy visszatöltsem, hát na, ne szórakozzál már. Hát ez nagyon nem jó, az összesem elment, amire visszatudtam. Vegyétek már ki létszíra, nincs arra idő, azt így szórakozunk. Oké, nyitok, megvan. Konkrétan ennyi volt a pénzem. Háromra tellett meg, szerencsére ezt kinyitottam, szóval 30. Jó, király. Teljesen jó, megvagyunk. Szerintem... Nem tudom, megérni-e még gyúrni. Megérne, szerintetek van két vévvel, hogy gyúrunk egy picikét, vagy nem? Nagyon keveset ad. Nagyon keveset ad ez a gyúrás. Gyúrunk, vagy ne? Írjátok meg gyorsan. Gyorsan, most azért mondtam, hogy egyedül vagyok éladásban, és nem Robival, akkor nagyon sokszor tudom azt, hogy ti döntsetek. Szóval azért most gondoltam azt, hogy most egyedül nyomjuk le. Kézzel gyúrjak, igen, még gyúrjak azt, hogy nagyon elég volt. Hát, elég volt a pénz igazándiból, hiszen meglett a chipsünk, ami szerintem elég OP lesz, de gyúrjak még, azt mondjátok, oké, meg tudom kifullozni ezt, hogy 4-es erősségű legyek, évek a legerősebb a lobby, meg topa-topa, meg most már sajt vannak is, 3-as van, meg tudom, ózzal, jó, megvan, ezek azért lehet boostolni elég rendesen, még 2 wave van igazándiból, mert azt hitták, hogy az elég egy 3, szóval szerintem ki tudjuk fullozni ezt a 4-es erősséget, nem? Remélhetőleg. Jó, hogy lájkot, tetszik az adás, köszi szépen, királyok vagytok. Azt a letörik tényleg az ujjam, amivel kattingatok. Nem is mondtam, még új billentyűzetet kell, hogy vegyek. Hiszen nem jól működik a mostani billentyűzetem, ezért kell vennem egy másikat. És már kinéztem, hogy milyen lesz, csak még nem rendeltem meg. Jó. Oké, fú, király. Mikor lesz Talking Ben? Hát, azt most nem tudom megmondani. Ábernak meg nulla. Izma van, hát Ábel, hát gyúrjál már, vagy menjél már futni. Hát szegény Ábert meg kell menteni majd egész izé alatt. Lesz videós találkozó Pécsen, igen, csak azt hiszem én nem leszek ott idén. Már voltam idén Pécsen videós találkozón, jövőre is szeretnék majd menni. De nézzétek meg, hogy kik leszek ott. Jaj, ne! Wave 2, van ott jön az autó, nézzétek a sarokba, kicsit itt a facecam mellett egyből. Azt a... Jó, jó, simán össze fogom szedni, simán! Simán, kapok egy pizza, aranypizzát, hogyha legyőzöm a minibosst. Azt, tehát arra nekem szükségem van az aranypizzára. És szerintem meg lesz a 4-es erősségem. Azt szerintem mehetünk még a többieket szedegetni le, mert akkor még egy kis pénz kell, mert ez a 3 plusz 1 kaja szerintem egy kicsit csekély, legalábbis én arra gondolok. Sajtpüst az mcshop.tupersajtemiszket oldalon is tudtok rendelni. Van Robloxosban és Minecraftosban, nagyon-nagyon jó minőség és elképesztően király. És hogyha elhozzátok videós találkozóra, vagy videós találkozón megveszitek, akkor még alá is tudom írni nektek. Jó. Oké, mehetünk le. Elveszettem rengeteg energiát. Hát kösz szépen, haver. Kösz szépen. Ja, mert bezártak minket. Hoppá, na erre nem számítottam, elfelejtettem kimenni. Figyeljétek már. Hát remélem a haverok azért, ja, le is győzték. Hát akkor nem is kellettünk annyira amúgy oda le.
Gyorsan még megnézem, hogy mi a helyzet. Kapok-e izé, mi merre, hány méter itt, egy kutya szavasz kutya. Na, Pete, legyőzök neked néhány enemit, mit szólsz hozzá? Embazsi, meg Super Shark volt a legmerőbb. De ja, már nincs is enemi, ezt nem hiszem el. Azt az aranymelvért. 150-ben kerül az aranymelvért, és nem tudom megvenni. Nem tudom megvenni az aranymelvért, tehát ezt nem hiszem el. Pedig nagyon szeretném. Jó, tréning gyorsan a másik. Kakilok egyet, aztán megyek. Annyit gyúrtam, hogy kakilni akarok! Nem akarja, hogy kakiljak, hát ezt nem hiszem, akkor kaki, te játék. Na mindegy. Kimegyünk az udvarot, vannak enemik, ott találhatunk enemiket. Visszajök még egy kicsit gyúrni, jó? Legyúrom gyorsan ezt a harmadikat, aztán meg is jön. Bald koma, ezt gyorsan le tudom így gyúrni, azt utána megyünk is, szerintem 4-es bőven elég lesz. Mikor lesz Gergővel videó? Nem tudom. Szoktuk beszélni, hogy csinálunk, csak sokszor elmarad, mert vagy ő nem ér rá, vagy én nem érek rá. De hogyha tudunk időpontot egyeztetni, akkor mindenféleképpen lesz. Tök jó videókat csinálunk együtt szerintem. Na! Töltsél már kérlek játék, add már be azt a boostolót, azt majdnem meg tudom szerezni. Sajtó O32 a Roblox neve. Azért szoktam néha tudni, hogy a sajtó itt van. Hiszen úgy hívnak ugye itt a Robloxon belül. Opa! Legerősebb lesz a gyerek az egész szerveren, Négyes erősségre és a miniboss. De hol van a miniboss? Megszerzem most a négyes erősség. Aj, hagyjál már! Ezt nem hiszem, hogy elmegy az áram és bezárnak minket. Ezt nem hiszem el, és nem lesz meg az erősség, ezt nem hiszem el. Légy szíves, ennyi kell a izéhez! Meg lett a négy! Jó, meg lett a négy! Húzhatunk ki, megyek, bekapcsolom az áramot! Gyertek sajtok, nem tudunk vásárolni, gyorsan! Kapcsoljuk be az áramot, valaki kimer... Úristen, de lassúak vagyunk, figyeljetek már! De lassúak vagyunk, gyertek tekerni a bicajt! Itt az autó, ezt megszereljük, aztán megyünk! Megszereljük a bicajja, azt megyünk! Tekerjétek! Tekerjétek mindenki! Hú, hát ez nagyon komoly, itt nem is kattingattam, az jó. Köszi Gergő, hogy itt voltál. Fönt marad igen az egész éladás, ahogy vége lesz, hogyha véletlen lekéstétek, akkor nyugodtan vissza tudjátok nézni. Nézzünk körbe, amíg itt tekerjük amúgy a biciklit, az, hogy van-e valamiféle enemy itt kint. Ott mi világít? Ott van egy lámpa, ami világít, sajtóka vissza... Visszatekerte a lámpát, ho-ho! Visszatekerte a hér a lámpát! Konyhában van a miniboss, na oda megyek. Nem tudom legyőzni, csak nekem van egyedül szerintem 4-es erősséggel. Itt van! Itt a miniboss! Azta! Sajtólaik legyőzik a miniboss-t! Én fogok a legtöbbet hitelni! Itt ezért sem, ez elég rendesen. Figyeljétek már, itt a miniboss! És oda pizzájából! Azért remélem... Kösz, hogy hagytatok nekem, amikor én ölöm az egészet. Hát ezt nem hiszem, mert nem hagytatok a pizzából. Gyorsan... Oké, arrébb egy kicsit... Megvan! Legyőztem, megkaptam az achievementet, figyeljetek, én öltem meg! Mennyi pénzt ad? 20-at. Már megint beloptátok a pizzát. Hát ezt nem hiszem el. Hol van a golden pizza? Sajtok! Nem hagytok nekem pizzát, beloptátok előlem az összeset. Hát ezt nem hiszem el. Hát milyen munka ez? Legyőzöm itt a boss-t. Azt belopjátok. Öcsém! Sok pénz, hát... Hát ahhoz képest az 150-ben kell az armor, ahhoz képest sajnos nem olyan túl sok, ami van most nekem 90. Szóval kár volt azt a sok fegyvert megnyitogatni. Elég lett volna ez a baseball ütő. De... hát most kéne ilyet venni Robuxból, de nem akarok csalni. Az most csalás lenne, ugye? Vegyek Robuxot, vagy ne? Szerintem ne. Nem akarok venni Robuxot, azt szerintem egy kicsikét csalás lenne. Úristen, jön a következő horda. Jön a kövi horda. És nincs pénzem a izére. Fú, le kell győznem most 6 enemit. És akkor tudok venni egy izét. Tudok venni egy gyémánt, vagy hát arany páncél. És akkor szépen, hát most muszáj kajánom. Figyeljetek, amilyen kevés HP-n van. Állj, bakker kulacs, ez így nem lesz jó. Nem veszek Robuxot, az csalás egy picit, nem? Vegyük ki Robux nélkül, jók leszünk. Kutya meg itt segít nagyba. Hogy hívjuk a kutyát? Szevasz, kutyuli, mutykus. Szevasz, mutykus! Jön a miniboss, hova? Már legyőztük a jó, most jön egy boss. Oké, akkor szépen legyőzöm a boss-t, negyed HP-val, köszönöm szépen a segítséget, Tvedi a neve, igen, Tvedi, te, na jó, üssed a sajtókait, üti a szélé, ott a boss,
Figyeljetek, már egyedül fogok elbánni, mert hogy enyém legyen az összes pénzem, most tényleg szükségem van a pénzre. Ezt nem hiszem el. Jó, téged is szétütnek. Figyeljetek, ez is megvan. Másra van, még kb. 20 kell, még... Ez mi? Ez mi lesz? Figyeljetek már. Nem tudtuk a harmadik küldit megcsinálni, hogy látom. Ajaj. Ajaj, Uncle Pete belevágott egyet, kutya bele... Jó, hogy ők segítettek, de ilyen durván. Én kérek elnézést, alig maradt HP-ja a minibossnak. LOL, hát én ezt tudom, itt ez mekkorákat karból, mint a fél csapat elesett. Azta, gyorsan, add nekem a sok pénzt, add a pénzt, azt tudom, mekkora pofot kaptam, mekkora pofot kaptam. Így, oké, és megvan. Pénz, hol a pénz? Mindenki elesett, csak én nem, hát ezt nem hiszem. Hol a pénz? Nem adott, egy forintot nem adott, hát ezt nem hiszem már. Jó, akkor az összes pénzemet nem érdekel, az összes pénzemet kajára költöm, de alig van. Ki van fogyva a vending machine? Én ezt nem tudtam. Hogy kell ezt megtölteni? És most mit kezdjek? Srácok, mi a pró taktika? Fél HP-val fogok a nagy bossnak neki menni majd. Mi lesz most a taktika szerintetek? Nincs kaja. Nincs egyáltalán kaja. Itt mit nyitnak a srácok? Nézzük a sajtok. Azt ott az arany pizza Szigmánál. Amit elvettetek, az összeset előlem. Az összeset előlem elvettetek. Na nem baj, semmi probléma. A chipset azt nem akarom még elhasználni. Itt van. Most már elég legyen. Ti nem normális fajankó bolondosok. Már régóta idegesítetek engem. Visszajövök és elvégzem rajtatok a kísérleteimet. Aha. Kösz. Üdítőautomata szerintem nem fogja HP-nkat tölteni, max gyorsabbak lesz ő. Remélhetőleg most minket nem zárt be. Vegyétek fel a fényerőt, hogyha nem lenne olyan túlságosan jó. Ezzel nem tudok most mit csinálni, ne haragudjatok. Ott a szép! LOL! A szép, gyertek! Bemegyünk, elmenekülünk! Elmenekülünk! Nem veszek most még a chipsemből, mert még a végén, ha játok, elfogy a bossra. Lehet ott majd tölteni kell a pénzt. Jaj, kint maradok. Oké, beugortunk, szép, megvan. Üdítő tölt HP-t, hát akkor most már mindegy. Iratkozzatok fel, hogy nyomtok egy lájkot. Tetszik eddig az én adás? Vagy videó, hogyha véletlen lekéstétek. A laboratórium. Laboratóriumi vizsgálatok következnek. Kaja, összes kaja, nem érdekel, kaja, nincs rá pénzem. Valaki vegye már meg azt a kulcsot, mi az a kulcs? Valaki vegye már meg. Itt mik vannak, ilyen itemeket lehetett volna idehozni, figyeljék már. Az előző játékból ezt tudtuk Scary Larry-től elhozni. LOL, te királyra be tudtam volna tenni. Igen, ott volt egy, hát vágom, azt el kellett volna hozni. Itt meg vannak papírgalacsnyok, hát ezt nem hiszem el. Papírgalacsény, fél HP-n vagyunk, igen. Hogy kéne itt bejutni? Na mi van, hogy kéne itt bejutni? Valaki, Regina, hozd az elemet, Regina! Akkora, mint te az egér, az elem, de semmi baj. Hol a második elem? Már csak egy van, jó, megvan mindkettő. Hova megyünk? Hoppika, figyeljétek! Dorsz most nem lesz, most dorszozunk, hiszen bemegyünk ezen az ajtól. Lesz két boss, oksa. Jó, oké, mehetünk szépen. És itt van. Scary Mary. Én állok elől. Sajt, ne, az nem én vagyok. Sajt, max erőm van. Azt hittem, hogy én állok ott elől. Haha, találkozunk. Betöltetek hozzám, és rengeteg problémát okoztatok. Láttátok azt, hogy mi történt Scary Larry-vel? Gyenge volt, és mi megjavítottuk. Megjavítottuk Scary Larry-t. Oh my god, figyeljétek már, most nem mi, hanem ők. Remélem azt, hogy most már velünk van Scary Larry, bár... Reszketek! Köszi Ditta Bohácsa feliratkozás, láttátok? Hogy reszketek, hát ez a sajtó, akkor nagyon reszket, sajtészkető, mint a kocsonya, így össze-vissza, jaj! Konkrétan, ja. Vonaton ülve nézlek Tokajba, mertek üdvözöllek, Hanna, jó pihenés Tokajba! Kinek van 2 milliója? Hol? Sajt 34, nagyon király vagy. Jó, mehetünk. Menj az öreg ember, ezt megyek! Oda próbálok menni! NPC csapat. NPC-nek hív minket a főnök! Hát ezt én azt mondom, hogy ez itt probléma. Ez így nem lehet. A mi csapatunk szerintem az gyönyörű, és mi nem NPC-kből állunk. Mi nem NPC-k vagyunk, ki fogunk szerintem innen jutni. Mit szóltok hozzá? Elsőként
Elsőként lerohanom az egész csapatot. Osztott, de két ütés nekem egy enemi. Két ütés nekem egy enemi, de azért sebeznek elég rendesen. Jó. Itt lesz a boss fight. Itt lesz a boss fight helyszíne. Warm up, lava pipe. Lava pipe jön. Hoppá, folyik is a lava. Szavaztok! Gyertek, sajtok, megéget itt a lava. Nem menjetek oda. Hogy ne lenne hang? Hát csak nincsen hang, vegyétek fel a hang. Perfektó! Perfektó! Mit csinál? Mit csináltál? Perfektó! Béri befingott. Az már nem semmi. Hát az lehet. Az megeshet, figyeljétek már. Merri! Le lehet csapni, kecsapnak? Lecsapom, őnek is van olyan felhúzója hátul, mint a Scary Larrynek. Harcolok! Oké, azt mondja, hogy táncolnunk kell. Ez meg itt elkezd zenélni. Nem akarok, bocsánat, most vele táncolni. Nem akarok vele táncolni. Figyeljétek már, Regina, menj arrébb, légy szíves. Hoppá, Ben! Hoppá! Szépen oltana, szépen oltana. Ez ugyanúgy, figyeljétek már, ugyanúgy harcol, mint az Scary Larry, és neki rózsája van, ő neki rózsa tüskéi van, gondolom csak ezt fog itt szúrni. Ja, persze, elhittem, hogy csak ezt fog szúrni. Jó, szép, oké. Üssük, üssétek sajtok, én meg az első, aki megütöttek. Köszi szépen, Alex, vagy Alex, hogy megütött, és fölhíleltél. Milyen eddig a szünetel? Eddig tök jó a születem, viszont már kettő illadást így tudtam csinálni, hiszen rengeteg videót. Szóval király eddig, köszi szépen, és mivel itt vagytok az illadáson, ezáltal jó a szünetem. Nektek milyen a szünetetek? Az NPC a beépített játékos közülük nincsen. Nekünk, hoppá, lava, megint jön, gyertek arrébb, lava, valaki felhílen, Blue! Valaki Blue-t hílelje fel, én nem tudom, hogy kell. Nekem nincs hílem, én nem healer vagyok. Nekünk sem, én adnék neked hílt. Ne, Blue! Blue szerintem megég a lávába. Csak nem. Nézzék, jaj, most meg innen folyik. Gyorsan. Második boss, Scary Larry. Na, az komoly lesz. Ez itt meg mi? Rászabad állni szerintetek, vagy mi ez? Ami itt mozog, mert ez olyan, hogy le akarna szakadni. Ráállok. De bátor gyerek vagyok, figyeljétek már. Jó, inkább most már nem. Na jó, újra. Na mi van, te rózsa hercegnő? Kapsz egy rózsát, te vagy a nagyő, vagy mi van veled? Én most kivételesen most nem kérek rózsát, hogyha te ilyeneket osztogasz. Azt a mennyi rózsa jön, figyeljétek már, hát ez hihetetlen. Oké. Bebújok mögé. Azta! Hát ez jó megszúrt. Én meg az én kis naivan azt hittem megölelgetettem, azt el tudok mögé bújni. Ah, persze. Ez így működik. Arrébb. Kire. Oké. Szép, gyönyörű. Üstjük ki. Jaj, itt fog jönni a tüsi. Jaj, oké. Nagyon jó. Próbálom elővenni már most. Még szerintem nem eszek. Már ezt egy kicsiket méne. Az. Megettem. Nagyon. Üsd ki. Megvan. Túr. Fölül. Parkúros. Elmenekül. Gyengék vagytok. Nem érheted ezt túl. Persze, te vagy a gyenge. Le sem mersz jönni hozzánk. Te vagy a gyenge. Itt két boss lesz. Hát attól tartok, hogy még Scary Larry ugye vissza fog jönni. Jó, oké, folyik a lava, semmi probléma. Most csak innen, most meg út. Úristen, egyből futás, két oldalról jön. Három oldalról fog jönni a láva, gyors. Jó, sajtok, ti égtek ott a lávába. Az nem oké. Szép. Kenderesi Alesznek anyja, aki engem hílet. Nem hiszem el. Jó. Mi lesz ma este az igazi? Azt írta a Ronaldo nekem azt, hogy ma este lesz az igazi. Megnyeri az aranylabdát Ronaldo ma este, vagy mi? Jó, oké, megvan. Máshol... Gyere le, ha mersz. Gyere le, az utolsó hápéddal. Gyere le, hogyha mersz. Jó, le mert jönni. Nagyon jó. Oké, final dance. Oké. Itt valószínűleg jönnek ide a tüskék. Nagyon jó. Nem megyünk. Bulizni mész. Aha! Komoly vagy. Ma bulizni mész, az király, az menő. Oké, következő játék most nem lesz a mai éladásban, hiszen kettő sztorit, ugye ezt az egész Breaking 1-2-t vittük. Ha lesz Breaking 3, akkor azt is majd kivisszük. Illetve lesznek még sztori játékok, még kinéztem egy sztori játékot, amit meg szeretnék csinálni nem sokára. Már el is készítettem mindent hozzá. Csak most úgy gondoltam, hogy ezt visszük ki. Tetszik amúgy nektek a Breaking Story, meg ez az élőadás? Most írjátok meg, légy szíves, azt megköszönöm, hogyha leírjátok, és remélem, hogy tetszik, hiszen látom azt, hogy lájkoltatok jó sokan, amit köszönök. Meg iratkozzatok fel, meg a csengőt mindenféleképpen nyomjátok be, azt érítettem meg, és csak felement le! Szóval csengőt nyomjátok, hogyha nem akartok se élőadásról levaradni, se videóról, se semmiről. Így van.
Így van, Basinak meg... Azt az ilyen... Ez valami troll lesz. Ez valami troll lesz, hogy ilyen lassan folyik csak. Ó! Azt hittétek azt, hogy le tudtatok győzni? Oké! Én azt hittem, igen! Azt hittétek, hogy ez volt az, amit csak én tudok, és erre gyakoroltatok? Igen, én azt hittem... Nem tudok most már Robaxot fizetni a Respawnnél. Na ne! Ha most kiesünk, akkor kiesünk! Nem tudok most már fizetni Robaxot! Larry! Larry, koma! Larry, koma, narancs, mit csinálsz itt? Bolondosig így szerelték meg! A koma, narancs, figyeljétek, már itt futok alul! Hát ezt nem hiszem, hogy ilyen van! Hát ez marha jó, szíj! Jó, oké, most... Íííí, belefutottam véletlen, ez nem volt oké. Most már tényleg elnyom a chipszemet, mi hogyha... Ha most már szerintem nem is lehet utána healeni magunkat, nem csak resetelni. Szóval Larry, húzz ide Larry, mi veled vagyunk, mi kedvesek vagyunk, mi megmentettük, az mi? Mi az te ott? Én nem merek bele, én nem merek oda menni. Azt a kiszállt onnan, azt a kiszállt... Mert jöttek a haverok! Jöttek a haverok, itt van a kutya meg a boszorkány, figyeljétek már, mert harc jön. A kutya meg a boszorkány itt van. De jó, ez is megvan! Ez hogy néz ki? Hát igen, nem tudom, mi lett ez a bolondossal Larry, mert ő szerelte meg, ő... És visszajött a 3 HP-ja. Ne! Ez most komoly! Ez most komoly! Visszajött mind a 3 HP... Oké, oké, én hílelek, ahogy csak tudok. Én hílelek, ahogy csak tudok. De nem tudom, hogy mi hogy van! Jó, belugrottam, oké? Jó, 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 és melyik irányba amúgy üt? Melyik irányba üt? Honnan tudjam? Oké, én követem a kezét. Nagyon jó, nagyon jó. Já, hagyjuk már. Leüt, leüt, ketchupnak. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, Larry. Hagyjál békén. Hagyjál békén, Larry. Jó, jó, jó. Követjük a, kövesd a kezét. Most kellett volna ugye az itóka. Most kellett volna az itóka. Jó, csak engem meg Albert ütött le, meg Bárdot, ez hihetetlen. Ahogy tudom, hílelem amúgy egyből magamat. Most ez veszi nagyon durván el a... Aha, gyere. Larry velünk van! Leütött egy nagy taslát! Leütött egy nagy taslát, ez hihetetlen! Ez hihetetlen, láttátok? Leütött egy nagy taslát neki! Mi? Több helyen van tüske, mint ahol nincs tüskát, ezt nem hiszem el! Larry velünk van, szerintetek, hogy ellenünk? És szerintem csak manipulálja itt az asszonyság, és amit Larry velünk van, mire gondoltok? Egyes velünk van, kettes ellenünk van! Larry szerintem közben még jó is lehet! Gyorsan írjátok meg, gyorsan, 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 akkor úgy állok hozzá. Szép, oké, ez megvan, megvan, oké, szép, lefut a sajtó, lefut a sajtóka, így bizony, azaz. Jó, 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 szép, 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 Blue-t majdnem megszúrta. Egyes, kettes, egy, nagyon sok egyes van, nagyon sok egyes van, szeretetek velünk van. Bár azért írjátok azt, hogy ellenünk, na most kiderül az, hogy miket csinál. Larry, pufozz meg megint itt a izét. Azt a gonoszt, aki téged is elvará, és még lava is jön. Úristen, ez nagyon nehéz. Egyes, egyes, kettes is írjátok. Néhányan azt hittétek, hogy velünk, néhányan azt, hogy ellenünk. Szerintem egy picit ilyen, ilyen is. Bele van programozva az, hogy ne szeresse minket, de közben akar is szeretni minket Larry. Szóval ez egy nagyon jó kérdés. Én azt mondom, hogy ilyen is kapcsolat van szerintem most. Blue! Blue-nak annyi! Már csak öten vagyunk, és nem tud őre visszaspawnolni, nem tudja resetelni magát. Jó, sima, sima liba lesz, figyeljetek, legint lecsap egy pofon. Aj, ne, nekünk csap le pofon, ne, Larry! Jaj, de jó, hogy engem mindig megöl, amúgy ez a, amikor ez a pofozás van, ezt nem hiszem el. Larry! Elfogyott a chipsem, Larry! Jó, ezt nem hiszem el, hagyjál már! Larry, oké, nem tudom, egyszerűen nem tudom kiszállítani, hogy hova fog a keze leszpawnolni. Ezt nem hiszem el! Kezei mögé, igen, próbálok a kezei mögé menni, csak nem tudom azt, hogy hova fog menni, mondjuk ide? És akkor biztos, hogy nem, ja nem fordítja ki a kezét, ja akkor jó. Azt hittem, hogy ki tudja fordítani a kezét, hogyha nem, akkor jók vagyunk. Így most is el kell futni, azaz. Nagyon szép. Ó, szegény topatopának annyi, most kapott egy pofon, de nem baj, még van HP-ja. Mehetünk még előre, oksa, oksa, fuss, fuss, fussá sajtókám, azaz. Fú, megvan, király, király, megvan, megvan. Hagyjál már, a közelében nem vagyok. Lá, ott az árnyék, hogy hova teszi le a ke... Megint lecsapott egy pofont, ez az! Megint lecsapott neki egy pofont! Zsírkirályság, zsírkirályság! Larry, most már velünk legyél... Jaj, ne, és úristen, ezek a tüskék hogy szúrnak.
Ez nagyon durva. Azt a ne, ki fogok kapni? Ne, ki fogok kapni? Ez amúgy ha hiszitek, hanem ez borzasztó nehéz ez a játék, ez a rész. A Breakin ez sokkal könnyebb volt. Itt nem volt obi rész, de itt meg ez nagy... Az mi az ott középre, az valami segítségre? Megérintem? Dehogy érintem meg. Megint a kezét, majdnem fél HP-n vagyok. Gyorsan ugorjunk. Nézzétek, már ilyen izé lett neki. Hogy eddig is ilyen áramos volt a feje. Eddig is áramos volt a feje, szerintetek, vagy csak most lett neki az. Próbálok ide-oda menni, de nehéz amúgy ez a játék. Higgyétek, ez amúgy nem könnyű egyáltalán. Sorry! Azt hittem, igen, ellenáll a nő szavának a Larry. Tényleg próbál nekünk segíteni, azért nem ült, és azért csak ilyen egyszúrókat tesz le. Larry! Hashtag Larry. Hashtag Larry, mindenki a chatben, hashtag Larry. Szerintem akkor vissza tud térni hozzánk, ha mindenki leírja. Mindenki leírja kommentbe plusz a chatre. Hashtag Larry. Én is leírnám. Csak most oda kell figyelnem. Jó, oké, beálltam középre. Nagyon jó. Király. Hoppá! Szépen ide, oké. És milyen lassan spónolja le, hogy most már érjük túl. Látjátok, hogy milyen lassan spónolja le? Aszta, ez a Larry tényleg velünk van most már, megmondtam. Világít ide-oda a szeme, ajaj, ne, mi a, most már lézert húz, mi a? Na jó, erre mindenre számítottam, csak most erre nem. Még ilyen lézereket is húz, meg újra begyorsult. Nem, már szerintem megint átvette az uralkodást a hölgy felett, ez nagyon nem jó. De nem bírom kikerülni! Ez most komoly! Ez most komoly! Fullosak voltunk! Ezt nem hiszem el! Egyszerűen nem tudtam kikerülni! Nem visszük ki még egyszer, az ez elképesztően hosszú, de hogy? Ilyet sem bakisztam még, hogy lehet ez? Egyszerűen egyből vagy négyből kiszedett. Egy másodpercem sem volt, hogy ki tudjam kerülni. Komolyan mondom, nem hiszem el. Na jó, hát akkor ez amúgy most titoknak valad, hogy Larry velünk van. Kivittük az első sztorit. A Breaking 1-et simán kivittük. De a Breaking 2-t kifullozva. Futással. Nagy izmokkal. Egyszerűen nem sikerült. Ezt még úgy gondolom, hogy egy élőadásra valamikor újra ki kell, hogy próbáljuk. Ez meg milyen skin? Kinek van egy pulyka skinje a játékon belül? Na jó, akkor most beszéljük meg így gyorsan az adás végén, hogy Larry velünk volt, vagy nem volt velünk. Ezt most nekünk kell kikövetkeztetni, de nem tudtuk megcsinálni. Itt vannak képekben a Breakerek. Oké, itt megtudjuk a titkot, Ő nincsen velünk, mert nagyon gorosz két van ábrázolva. Ő mosolyog. Szóval tuti az, hogy tuti velünk van. Én azt mondom, hogy velünk van. Ellenállt ugye a játék. Hát amúgy aranyosnak tűnő, nem. Tuti. Itt gonosz még, és itt még jó. Na jó, ezek itt lebuktatják Larryt. Én tuti, ebbe biztos, hogy ő szerintem sima liba. Ő velünk van. Hát ja, itt még eleinte nem. Figyeljétek. Itt velünk van. Tuti, hogy velé van. A Secret Endingbe kiderül. Hát ezt szerintem már itt kiderítettük. Én azt mondom, hogy velünk van. Hítjük azt, hogy velünk van. Hát ez nagyon kemény volt. Srácok, ez nagyon-nagyon kemény volt. Konkrétan egy perc kellett volna szerintem, hogy végigvigyük ezt a sztorit. De hát igenis van, hogy néha napján nem sikerül végigvinni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy így is élveztétek ezt a videót. Hiszen azt a hacker van 1200 robux. Az komoly. Szóval... Nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek ezt az éladást. Kivittük a játékot, az első részt, azt simán kivittük. A második részt, hát az utolsó egy percben sajnos nem tudtuk kivinni, de megtudtuk, hogy Larry legalább velünk van. Az a boszorkány asszonyság az nincsen ellenünk, és az ellenünk van sajnos, de legalább Larry velünk van, ezt megtudtuk. Szóval, ha lesz új update a játékban, vagy valami ilyesmi, akkor mindenféleképpen csinálok egy adást nektek, mit szóltok hozzá, de...
fönnmarad az egész éladás, vissza tudjátok nézni, és a kommentek között majd most következtessük ki, hogy vajon Larry velünk van-e, vagy nincs, de én azt mondom, hogy szerintem velünk van. Szóval, nagyon, de nagyon szépen köszönöm, hogy nyitottatok vele a mai adásba, hogyha tetszett, akkor gyövetek egy hatalmas egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogyha ti is nagyon-nagyon merés sajtok akartok lenni, illetve ennyi az egész. Találkozunk holnap egy nagyon-nagyon király videóban, és a hétvégén is minden nap minden királyság lesz. Legyetek jók, na, szevasztok sajtok!